Azért lettem orvos, mert 1956-ban volt egy nagy influenza járvány, amikor én 6 éves voltam. Édesanyám nagyon megbetegedett, majdnem meghalt. És volt egy házi orvosunk, aki naponta jött és gyógyította és meggyógyította. És ő lett az én példaképem. És én már akkor elhatároztam, hogy ha felnövök, orvos leszek. 1979-ben a férjem a szemészeti osztály főorvosa lett, és mi a család 82-ben követtük őt, tehát családegyesítés révén kerültem Szekszárdra, és azóta én a kórház fertőző osztályán dolgozom, tehát 40. éve. Az elmúlt 2 év az nagyon különleges volt, mert ha jól belegondolunk, a 80-as években már a fertőző osztályokat beszerették volna csukni. Arról volt szó itt a Szekszárdi Kórházban is, hogy nincs szükség önálló fertőző osztályra, ami valóban így van, mert nagyon kevés egyébként a klasszikus fertőző betegség ma már, akit kórházba kell ápolni. Ez köszönhető a védőoltásoknak, holott, vagyis Európában a legjobban átoltotta a magyar lakosság, tehát 96%-os. Ugye újszülött korunktól kezdve mindenféle védőoltásokat megkaphatunk, tehát nagyon jól átoltott, kötelező védőoltási rendszer van. Ennek köszönhető elsősorban, másrészt a jobb életkörülményeknek, a jó lakhatási körülményeknek, hogy nincsenek járványok. Azonban most, 2019-ben ugye elindult a Covid-pandémia, ezzel felértékelődtek a fertőző osztályok, és ma már nincs szó arról, hogy becsukják őket, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy egész Magyarországon 66 fertőző gyógyász van, aki fertőző osztályon dolgozik. Ez a pandémia hatalmas nagy kihívás volt számunkra, de egyben a pályánk csúcsa is. Nagyon nehéz volt ezt menedzselni, ezt a járványt, de nagyon hálás köszönetem a kórház vezetőségének, és valamennyi ott dolgozó orvosnak, mert nem, mivel hogy fertőző gyógyász csak 2 volt, ezért minden szakmából jöttek hozzánk dolgozni, és nagyon nagy segítségünkre voltak. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól megúsztuk, és nagyon szépen megoldottuk a feladatot. Hát ha azt mondják nekem, hogy Szekszárd, akkor a Szekszárd már nem a szülővárosom, de a hazám. Azért a hazám, mert már életem több mint felét itt töltöttem. 32 éves koromban kerültem ide, 1982-be. Én itt nagyon jól érzem magam, itt azt a pályát, azt a hivatást, azt a helyet, ahol dolgozom, ami nekem egyébként a hobbim is. Tehát az orvoslás, az emberekkel való foglalkozás, a gyógyítás az én hobbim is egyben, a hivatásomon kívül.